A 60-as végződésű Nvidia kártyák mindig nagy bajban vannak. Olyan árértékarány legendákhoz kell felnőniük, mint a GTX 760, 960 és 1060, emiatt elég nagy rajtuk a nyomás. De mi a helyzet a legújabb 60-as kártyával? Nézzük meg az LTX 3060-at. Ha kedvező áron szeretnél Windows-t vásárolni, akkor nincs más dolgod, mint felmenni a CD Keysays webshopjára. Itt be kell jelentkezned, ezután kiválaszol a Windows-t, amit szeretnél vásárolni, kosárba teszed, itt használod a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod, hogy szeretnél fizetni, én a PayPal-t ajánlani, mert ott nincs további tranzakciós költség. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok a gépház, frissítés és aktiválás menüpontban aktiválni. A linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Gamer PC vagy videokártya vásárláson gondolkodsz, akkor nézd rá a Kingstack Shopra. Linket megtalálod a leírásba. Most arra már egész elérhető ára lett a 3060-nak, és úgy gondoltam rá kéne nézem, hogy hol foglal helyet a 30-as videokártyák között, és úgy általában az összes videokártya között. De előtte egy kis háttérinfó. Az ETX 3000-es széria 2020. szeptemberében jelent meg, kezdve a teljesítmény a 3050-nel. Ezután közvetlenül következik a 3060-as, viszont ez csak később, 2021. februárjában jelent meg, és volt benne egy kis savar. Még a kisebb 3058 8 GB VRAM-mal jelent meg, és a nagyobb 3060 Ti is, ez a kártya 12 GB-ot kapott valamilyen okból. Ez azért furcsa, mert még a jóval erősebb 3070 is 8 GB-ot kapott, és még a 3080 is csak 10 GB. Tehát igaz, ebből később megjelent a 12 GB-os verzió, de akkor is furcsa, hogy egy ilyen közepes kategóriájú kártyánál miért van 12 GB VRAM. Ennek az oka valószínűleg a vásárló befolyásolása volt, mert amilyen teljesítménye van, nem indokolja ezt a plusz memória többletet. Ezt a játéktesztek remélhetőleg majd alátámasztják, de előtte vegyük szemügyre, a mai kártyánkat. Ez konkrétan egy Asus Dual RTX 3060 OC verzió, tehát méretben és fogyasztásban is kis verzió. Persze ez nem azt jelenti, hogy hűtésben se lenne elég, szimplán csak egy darab 8 tápcsatit kér, mondjuk ezek ellenére papírforma szerint 650 wattos tápot kér, Szerintem ez egy kicsit túlzás, én végig egy 550 wattos táppal használtam, és semmiféle probléma nem lépett fel a tesztelések során. A dual szócska arra utal, hogy két darab ventilátorunk van, amik inkább közepesek, mint sem nagyok. A hűtérészen semmiféle extra design elem nincs, szimpla fekete műanyagborítás egy kis sávozással. Visszafogott mégis elegáns, viszont egy kis RGB csíkocska itt megbújik fent, ezt alapvetően észre se vettem, csak mikor bekapcsoltam. Akkor felvillan, de odáig teljes mértékben megbújik az ember elől. Ezek mellett viszont van fém hátlapunk, ami sose hátrány. Ez kapott egy fehér festést, de semmi hivalkodó nincs itt sem. Méretre készlotos és a hossza 200 mm, így kalkulálja mindenki, hogy befér a gamer pc jébe Ezek mellett egy darab HDMI portunk van és három darab display portunk, ami eléggé szokványos a videókártyák között, ebben nincs semmi meglepetés. Negyedik generációs PCI Express csatlakozónk van és támogatja a szokásos DirectX 12-t, a második generációs raytracinget, a DLSS-t és minden alapvető Nvidia funkciót. De ahol igazán kiderül róla minden, azok a tesztek. Most ezek következnek. Most már minden adott a játékokhoz 1080p felbontást néztem megint csak, és főleg arra voltam kíváncsi, hogy melyik játék fogja indokolni majd ezt a 12 GB véramot, ilyen felbontáson, ilyen beállításokon és ilyen teljesítményen. Gyanítom, hogy semmit, de nézzük is, kezdtem a sort a kodva azon 2.0-val. Miután túltettük magunkat a szokásos játékelei elejé lagolásokon, egész jó teljesítményünk van. Fuládi felbontáson vagyunk emellett magas beállításokon, és így kapjuk ezt a hát inkább 90 fps A kettő között mozgunk, néha lemegy 80-ra, de egyáltalán nem vészes. A játék teljes mértékben röccen jól látszik, hogy a processzorunk untig elég, ez a Ryzen 7600X, hez még túlságosan is erőse ez a 3060-hoz, de ezzel teszteltem, most ezt nézzétek el nekem. 30%-ban van kihasználva csupán, a RAM fogyasztásunk a 16 GB-ból csak 11,2, ez sem vészes egyáltalán. A videokártyánk hőfok a 65, kötője 66 Celsius fok, ami nagyon jónak mondható, ez a hűtés remekül bevált végig. A 12 GB VRAM-ból 5,5-öt kér a játék, pedig ez a játék a RAM mellett a VRAM nagy részét is el szokta kérni, de ez csak 5,5-öt kér ebből a kártyából. Közelében nincs a 10 GB-nak, vagy a 9-nek, vagy a 11-nek esetleg, nem, semmi erről nincs szó, úgyhogy egyáltalán nem indokolt szerintem, 4K felbontáson se kérne 7 GB-nál többet. De a 1440p felbontás nyugodtan mehet neki. A játék nagyon jól fut, nagyon stabil volt végig. Gyengébb kártyáknál elő szokott fordulni, hogy néha belaggol egy kicsit, de itt semmi ilyen nem történt. Rég nem tapasztaltam ilyet. Ha valaki Valzon 2.0-ra szeretné 1080p-be vásárolni ezt a kártyát, akkor biztos, hogy nem fog csalódni benne. Folytattam a sort a Spider-Man Miles morales -szel. Nagyon magas beállításokon vagyunk, fuládi felbontáson. Ez a 100 kötőjel 110, néhol 120 FPS, elég jónak mondható, egér billentyűzettel is nagyon kényelmes a játék. A processzorunkat ez már jobban leterhel, is. szerintem ez volt az a játék, ami a legjobban kihasználta ezt az erős procit, néhol 50%-ban is ki van használva. A RAM-fogyasztásunk egyáltalán nem vészes, még egy gigával kevesebb is, mint a Warzone 2.0-nál viszont a videókártyánk hőfoka a 65-ről kicsit már feljebb kúszott 70-re. Ez még mindig nem mondható soknak, és tekintve, hogy 100%-ban pörgetve van ez a kártya folyamatosan, ez, ez, egy teljesen átlagos érték. A grafikus memóriából ez a játék kért szerintem a legtöbbet a test során, 7,6 GB-ot kér a 12-ből, jól látszik, hogy itt még a 8 GB is elég lenne, de mondjuk ha átlépünk 4K felbontásra, mondjuk 30 FPS mellé, ott lehet a 8 GB-ot már átlépjük, és tényleg van haszna ennek a 12 GB-nak. 1080p felbontásnál sose lesz ennek haszna, de jól látszik, hogy 4 Kánál végül is indokolt ez a 12 GB véra. Természetesen csak akkor, ha valaki megelégszik a 30 FPS-sel, ami elég ritka. Ezek után megnézem a Cyberpunk 2077-et full HD felbontáson és ultra beállításokon. Itt még a Ray Tracing nincs bekapcsolva, az teljes mértékben ki van offolva, csak az ultra beállítás van felnyomva processzorunk egyáltalán nem vészes, ezen át is léphetünk. A RAM fogyasztás meglepően kevés. Azt gondolnám, hogy többet kér egy Cyberpunk 2077 kategóriájú játék, de nem, ő csak 7,7 gb kér. A videókártyánk hőfoka itt volt a legmagasabb, 75 76 Celsius fokon vagyunk, ami még mindig az a lélektani határ, ahol nem aggódik az ember szerintem. Grafikus memóriából csak a 4 gb ot kéri a 12-ből egyáltalán nem vészes, szerintem 4K felbontáson vagy 1440p-ben is maximum 6 gb ot kér, úgyhogy itt nem indokolt csak a fele a 12 GB-os kapacitásunknak. A teljesítményének a játéknak egész korrekt 70-80 FPS-ünk van, ami egy first person shooternél egér billentyűzettel is kényelmesnek mondható. Főleg, hogyha még ráeresztitek a g sync ez a 70-80 FPS is nagyon sima lesz. A játék gyönyörűen néz ki, egész jól van optimalizálva, és sokkal rosszabbra számítottam, úgy látszik a rengeteg patch, ami megjelenése óta kijött, hatással volt. A jó öreg God of War sem maradhatott ki a szórásból, 1080p felbontáson vagyunk ultra beállításokon. Általában 60 FPS fölött vagyunk, úgyhogy a teljesítményre egyáltalán nincs panasz. A videokártyánk hőfokban nem nagyon tér el a Cyberpunktól, még mindig nem ad ez aggodalomra egyáltalán okot. 5,3 GB véramat fogyaszt csak a játék, a, a 12-ből ez megint csak nagyon kevésnek mondható. A RAM fogyasztásunk 10 GB, úgyhogy a maradék 6 GB még bőven elég lesz a háttérfolyamatokra folyamatokra és minden egyébre. Még mindig el vagyok ájulva a grafikát, hogy gyönyörűen gyönyörű fest ez a játék, nagyon sima az élmény, egér billentyűzettel is, nagyon jó minőségben és teljesítményben tudjuk ledarálni az ellenfeleket. A végére hagytam még a szokásos visszatérő Forza Horizon 5-öt. Ha autós játékról van szó, általában ezt szoktam tesztelni. Fulári felbontáson vagyunk, extrém beállításokon. A véromunk egyáltalán nem vissza, sokkal többre számítottam, mert az extrém általában sokat többet szokott kérni. 5,1 GB-tal megelégszik, ez egyáltalán nem és 100 FPS-es teljesítményünk van folyamatosan. Mondanom sem kell egy versenyjátéknál ez tökéletes, még fentebb is mehettek 14-40p felbontásba bőven, vagy esetleg 4 k szerintem egy 40 fps esetek ezen a felbontáson is lesz. A processzor kihasználtsága a szokásos minimális, egy autós játéknál 20%-ot kér, néha 25-öt egyáltalán nem vészes a RAM fogyasztásunk is, csak 10 GB, pont mint a God of War nál 6 gb ot még fennmaradt bőven. Annyi, hogy a videókártyánk hőfoka már lejjebb ment, vagy 10 fokot, nem tudom miért, mikor 100%-on pörög ugyanúgy, de örüljünk neki, ez a játék annyira nem melegíti a GPU-kat. Ha összegeznem kéne ezt az egészet, ez egy Ultimate 1080p videókártya, lehet, hogy még 1440p-nek is nevezném. Az esport játékokban magas FPS számot nem fogjátok elérni a 1440p-ben, de story alapú játékoknál végül is beléphettek ebbe a felbontásba nyugodtan. Mint láthattátok, az RTX 3060 teljesítményben kb. 25-30%-kal gyorsabb az RTX 2060-nál, és kb. 40%-kal a GTX 1660 Supernél. Viszont árban 50%-kal magasabb is. Rátok bízom, hogy bizalmat szavaztok-e neki, szerintem megéri már csak maga az új konstrukció miatt is, és a 12 GB vérammal sose lesz problémátok, az soha nem fog elfogyni egy ilyen teljesítményű kártyánál. Ó, és azt véletlenül se felejtsük el, hogy kb. árában tudsz venni egy Xbox Series S-t, ami persze gyengébb pusztán grafikai teljesítményben, viszont ott egy komplett játékgépet kapsz ebben az árban. Na de ennyi is lett volna már ez a teszt. Remélem ez segített az LTX 3060 megítélésébe, hogyha igen, nyomj egy lájkot. A kártyához találsz linket a leírásban, a következőben találkozunk addig is. Kellemes ünnepeket! A csatorna fő támogatója a 4